Sziasztok! Ezen a héten más formátumban, nem a megszokott módon jelentkezik a villámkérdések, ugyanis tervezek néhány újítást, de erről majd pár hét múlva, és emellett pedig összeültem Kovács Peti barátommal és Márton Gáborral, és van egy random beszélgetésünk, amit Peti baromi jól megvágott, adott is neki egy címet, és úgy gondoltuk, hogy itt YouTube-on egy jó formátum lehet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszik. Nézzétek meg, és csak megköszönjük, hogyha írtok bármilyen visszajelzést, gondolatot, hogy ez hogy tetszett. Miről szól ez az egész? Azt mondjátok fel? Lehet, hogy azt mondják, hogy csinálunk egy ilyen pilot projektet, ami arról szól, hogy beszélgetünk különböző témákról, ami igazából minden egy pilot projektnek. Mi szoktunk így összejönni, dumálni, szeretjük egymást, és azt találtuk ki, hogy milyen a fölvennénk. Összejöttünk egy dumálgatásra, és szálveszünk. Szeretünk szálveszünk dolgokat. Imádjuk. Tapsoljátok. Bemutatom a világ leghíresebb kócsát. Úristen. Nem Márton, hanem Márton Gábor. Márton Gábor, igen. Hát ugye kócsinál több területe van, én magamat ilyen csúcs teljesítmény kócsnak hívom. Tehát abban segítek embereknek, hogy a... Aki mankóval jár, ez az egyik időszakon, de vannak az embernek olyan időszakai, amikor érdemes feltöltődni, és én ezt a feltöltődést választottam a nyára, hogy megnyújtottam a térdemet. Szóval amit itt csinál egy csúcs teljesítmény coach, azzal foglalkozik, hogy főleg vállalkozóknak, menedzsereknek segít abban, hogy egyfelől olyan életstílust alakítsanak ki, amiben megtalálható a harmónia, de egyben az is, hogy a lehető legjobban tudjanak teljesíteni akár a munkahelyükön, akár a vállalkozásukban, ne égessék ki magukat, tehát ne az legyen, hogy teljesen nem lesz idejük, energiájuk, akár a családjukkal foglalkozni, vagy a hobbiaikkal, hanem tényleg ki tudjanak egy ilyen egységes életstílust alakítani, amiben megtalálható a siker, a győzelmek, a csúcs teljesítmény, az egészségedre, és ez igazat mondok. Mindezek megtalálhatóak, és amellett tényleg élvezzék az életüket, és hozzák ki magukból, ami benne van. Nagyon röviden, így ennyi. Mi volt ez a csajozós táboros dolog? És arról is beszéljek? Csak egy szóba. Nagyon menő. Szóval nekem a coachságom az ismerkedés coachinggal kezdődött, tehát abban segítettem férfiaknak, hogy magabiztosabbak legyenek, határozottabb legyenek, és hogy megismerkedhessenek azokkal a nőkkel, akikkel valójában szeretnének, kompromisszumok nélkül, és talán ki tudjanak alakítani. Ezt a nők is így gondolták. Hát reméljük. Utólag vissza, nekem nem vicces, mert hogy több volt ügyfelemből már boldog párkapcsolatban él, vagy már házasság között. Több felesége is van. Igen, vagy kompromisszumok. Ez volt a cél, nem, és az is elérte. De és igazából arról szólt, hogy kihozza magából, ami ott benne van, azt a férfiasságot, azt a magabiztosságot, és hogy élvezhesse az életnek ezt a területét is maximálisan. Zsír. Na, Peti, mesélj. Hát, Peti, mesélj. Mit lehet volna tudni? De ezt úgy kell igazából a filmesek, hogy itt fentről tartott. Várjál, csak ezt mondjuk. Kettő dolgokról tudok mesélni. Az egyik, hogy nappal meg éjjel, tehát így lehetne megvált, talán elmondani. Alapvetően nekem az egész életemben az élmények a legfontosabb ilyen hívószó, és azokból meg szerettem, hogyha minél jobban. És marketingesként is mindig ezt kutatom, innen jött az, hogy volt egy olyan digitális ügynökségem, ahol különböző márkákkal azon gondolkoztunk, akárha egy új mobilappot hoztunk részre, vagy egy létre, vagy egy webshopot optimalizáltunk, hogy hogyan tudnánk jobb élményt adni az ő fogyasztóinak. És ebből, ahogy ez eszkalálódott, meg az adat az bejött a elérhető valóságunkba, és a Big Data egy nagyon jó buzzword lett. Csináltam egy startupot, ennek már 4,5 év, amit Sprinternek hívnak, és az azzal foglalkozik, hogy webshopoknak segít abban, hogy megértsék, hogy az ő fogyasztói pontosan miért vannak ott, miket szeretnének csinálni, és amint már megvették az adott terméket, mi az, ami érdekli őket a világba, és ezt az adatot felhasználva jobb élményt adunk, vagy még több hasonló embert el lehet érni, tehát ugye a nap végén boldog a fogyasztó is, mert jobb az egész milliga, amiben ő találkozik, és az üzleti célját is elérheti a vállalat, akivel együtt dolgozunk, ugye aki a mi ügyfelünk.
És ez valahogy társul nyilván egy startup projekt, mi is ott szeretünk beszélgetni, mert azért ültünk le, hogy ugye videózás, konferencia, bármi ilyesmi, és amivel szeretek beszélni, nem csak hallgatni, ezért elkezdtem egy évbe vlogolni, ami sokkal nehezebb, mint hittem, tipikus ez, amit egy vállalkozásban is végigél az ember, az itt is lehet, az nagyon sok kudarc, buktató, kitartás, de mégis mindig vannak azok a szikrák, amik miatt érdemes csinálni. De igazából a célom az az, hogy betekintést adjak egy olyan arcok világába, mint amilyen mi is vagyunk. De az ilyen durva arcokkal tudtál meleülni. Ha veled. Pont veled nem csináltál még egyedülre sem, pedig megbeszéltük azt, hogy elmegyünk biciklizni, rárakjuk a GoPro-t és közben beszélgetünk. De ez majd még egyszer meg. Tavaly jár volt a csinálni. Most számon fogok titeket kérni, hogy egy pár nap múlva most meg is. Neked most van orvosi igazolásod, hogy milyen biciklizni. De tényleg az egy-két durva, azt le tudtál venni mellimálni. Pont az egyiket hozzánk hoztad be a Puzsért. Ja, utána a Puzsérrel az ICQ-ba dumálgattunk egy 2,5 órán keresztül, azt hiszem, a fél órás interjú. Világinterjú, 2,5 órán. És pont egy éve kezdtem az interjúzást, és ugye most van a Sziget. A Gerendai Károly volt tavaly a Szigeten az első, akivel tudtam csinálni, és meg ilyen teljesen ugye lean, MVP, szinten, vagy hát ezt mondtuk, azt mondtam, hogy mivel ez egy gyors 10-15 perces beszélgetés lesz, akkor ilyen selfie módban fogom, de egy kamerát, meg egy telefont is fogni 10 percig, így elég szép lesz. Szerintem szépen a vállalat látom, hogy az az éles egyébként sokat tartott mind a kettőt. Igen, adni, ugye. Rólad is beszéljünk egyet talán? Hát mindenki ismer már téged. A kérdéseim alapján, mert szerintem mindenki megismersz itt. Elég sokan nem ismernek. Mert amíg nem csinálta velem videó session-t, addig azért várható, hogy még nem mindenki ismer. Fejvadászként indultam, véletlenül lettem az is, de az így nagyon bevált. Aztán utána jött ez a startup érdeklődés az életemben. Ezek ilyen mindig véletlenülszerűen jöttek az életembe, bevonzottam őket, mondhatnánk, vagy te gondolom így adod el. És, és aztán ebben egész sikeres lettem, és akkor ez a startupos dolog úgy ért össze, hogy elkezdtem startup cégeknek dolgozni egy ügynökségen keresztül, mint fejvadász. És akkor utána abból lett az, hogy a Prezi felvett, én dolgoztam másfél évig a Prezinél, mint fejvadász. És akkor utána megcsináltuk az első cégünket, az ICQ-t, ami kifejezetten fejvadászattal foglalkozik, főleg ezzel a startup világgal, ugye ez az ügyfélkör, és emellett pedig már rengeteg egyéb ötletünk volt, meg egy csomó szállon elindultunk, és akkor most ott tartunk, hogy van már azóta egy X-Labs nevű cég, most ennek az irodájában ülünk, ami gyakorlatilag az Experimental Laboratories-nak a rövidítése, és ez a SES, és in Budapest, és ide gyakorlatilag beleraktunk mindent, amin elkezdtünk dolgozni, de még nem jutott el odáig, hogy önálló céges formát öltsön. Van itt nekünk oktatási projektjeink, amit az egyik alapítótársam a Komár Balázs víz, van nekünk a Budapest Startup Safari, amiben azért mindannyian jól benne vagyunk, van nekünk egy Central European Startup Awards-unk, ami egy 10 országban, a régió 10 országában igazából a startup világnak egy versenye, de ebből lett végül is, hogy most egy Global Startup Awards, ami most már önálló céggé válik, és gyakorlatilag ugyanez a verseny, ami eredetileg itt, meg a Nordic régióban indult el, egy dán társalapító sráccal csináljuk ezt, ez most már Afrikában és Ázsiában is elkezdett terjeszkedni, sőt Európában is most már újabb régiók indulnak. És ezáltal gyakorlatilag tényleg arra törekszünk, hogy mindenkit megtaláljunk ezekben a világokban, akik számítanak, és őket egymással összekapcsoljuk. Ez egy teljesen független verseny, tehát nem adunk el senkinek semmilyen adatot, ilyen szempontból, hogy nem monetizáljuk, nem árulunk semmit a nyerteseinknek, nem kérünk tőlük pénzt semmiért, hanem tényleg az a célunk, hogy ők egymást megismerjék, ezáltal mi is persze mindenkit megismerjünk, és persze ezt a networköt mi akár kommunikációs célokra fel tudjuk használni, vagy akár arra, hogy különböző brendeket segítsünk pozícionálni ezekben a világokban, vagy akár üzleti utakat szervezzünk egyik régióból a másikba. Filigásított, láttam. Nem a sziget van. Hány szóval ezt a Na igen, szóval én ezekben vagyok benne. És egyébként van a tetoválásod? Van, megmutatom. Nem. Ha megnézik ezt a videót 100 000-en, akkor megmutatod. Jó. Ez most egy 10 év. Igen, most, hogy bemutatkoztunk. Miből?
a projektekből, mi ezen azt mondom, ez nagyon jó. Az a durva, hogy a kedvencem az nem startup, hanem igazából kis manufaktúra. Egy volt osztálytársam csinálja, Varga Balázsnak hívják, egy Őrhalom nevű kis faluból, én Lóbert megyéből származom, szintén egy kis faluból. Őrhalomnak a gazdasági csúcsa, mi úgy hívtuk, hogy ez volt a krumplis falu. Tehát a krumplit akartál venni, Őrhalomba mentél. Ott a házak előtt az öreg néni kis bácsik árulják a krumplikat. Nem tudom, még mindig így van, de 15 éve még úgy volt. És ez a srác, ez egy nagyon jó műszaki érzékkel megáldott srác volt mindig is. Amúgy egyszer az életünk első vállalkozását akartuk együtt megcsinálni, nem lehetőbb semmi, egy vízszakot akartunk csinálni. Kovács néven, igen, a súlyban jártunk. De a lényeg, hogy ő elkezdett egy olyan manufaktúrát, amivel gyakorlatilag órákat kezdett el felújítani. Régi órákat, akár zsebórákat, vagy karórákat. Teljesen megújította őket. És ebből most már oda jutott, hogy saját trendányai vannak, tehát van kifejezetten túlélő óra, van pilótáknak óra. A Malaj Jungle-ben tesztelte a túlélő órát, a órát az tényleg egy pilótával együtt dolgozta ki. Vannak saját innovációi most már, sőt ilyen kétlépcsős autentikációs rendszerrel lehet beazonosítani, hogy az tényleg úgy csinálta vagy nem. És mindez Őrhalomból, tök egyedül, egy manufaktúra. És rengeteg beszállító dolgozik neki a környéken, tehát konkrétan a munkácsoknál. És ez nem egy skálázható biznisz, ez minden, ami nem startup, de ez az ember, ez a saját álmát éri meg, boldog, van egy szép családja, tök jól megélnek azon a környéken, tehát hogy szerintem csodálatosabbat csinál. Ez nagyon jó értéktelentés, ja. Mert nem, hogy mégis egy úgymond, hogy idézőjelvesen elmaradott régióban, vagy a kikevesebb munka lehetőség van. És túl az interneten meg minden, de úgyhogy a weboldalát is ő rakta össze, saját a fényképeket ő csinálja, mindent ő csinál. És nem tudom most fejből, hogy havi hány órát tud csinálni, de pár tíz darabot tud. Bármennyit is tud, és abból él a családjával is, boldog, és minden pillanatban azt csinálja. Szóval szerintem ez egy igazán szép ilyen vállalkozói sztori. Meg az a szép benne, hogy ő megtanulta ezeket a készségeket. Tehát nem ez a, ugye most már nagyon trendi ez a kiszervezés is, hogy minden szervezünk ki. De megvan szerintem annak is a szépsége, hogy mindent te csinálsz. Te vágod meg a videóidat, most mondjuk egy másik. Ha van majd te a miénket. De ezt majd még beszéljük az én emel. De hogy tényleg ez, hogy megtanulsz szerintem csomó olyan készséget megtanulsz, ami lehet, hogy nem a Zone of Genius, van ez a nagyon szép szó, hogy ami a te legnagyobb erősségedre fókuszál, hanem hogy megtanulsz csomó dolgok, mert ennek lehetnek tök jó ilyen eredménye is, mert jelvezed, mert a tiéd. Én ezt régen tök hülyeségnek tartottam, hogy Amerikában erre tök odafigyelnek, hogy van a kis kertészkedés, akkor mennek, nem tudom, köcsögölni, Facebookba is megtudni, és van egy barkács csolhatsz, hogy akármi, amit elképzelsz, és hogy kifejezetten az a két kezi valami, amit tudsz vecsen, akár a főzés is. És azt mondtam, hogy de hogyha ez a Zone of Genius, ez tökre tetszik, hogy én annyira a Zone of Genius-ban vagyok, akkor mi a fenének csinálnék, más hiszen az nem hatékony, nem ad nekem hozzá semmit, tök értelmetlen, és gyönyörűen tudom outsource-olni, mert olcsóbb nekem az, hogyha másonnal rendelem a kaját, összerakják a bútoraimat, még nem tudom, köcsögöket, vagy köcsögölnek. És akkor meg lehet, ez egy baromság. Ez baromság. Ez egy baromság. Igen, mert hol marad az, hogy valami az élvezetért csinálsz. Tehát, hogy nem az valahogy én például kifejezetten... Vagy mi ez, ami... Én nem szeretek mindent a hatékonyság alapján csinálni. Én néha szeretek belemenni a részletekbe, ami tök nem hatékony, hogy én csinálom, és semmilyen üzleti könyv nem támasztaná rá azt, hogy bármilyen értelme is van, nincsen. És van egy szépség annak, hogy én tudom csinálni. Nyilván ez olyan dolog, hogyha az ember sokat dolgozik és felépít valamit, akkor egy picit úgymond visszalépni, és ezt nem negatívan értem feltétlenül, az olyan könnyed. Mert egy olyan folyamatot kell csinálnod, ami két éve még kihívás volt, most meg már csípőből kilevő, és amúgy ez is egy ilyen visszajelzés valahol, hogy fú, basszus, mennyit fejlődtem én azóta. Meg ez a fajta frissesség, nem? Hogy olyan dolgot próbál, ahogy te is mondtál az elmény, az élmények, hogy mennyire fontos, hogy minél több élményt szerezünk, és nem az élményszerzésért, hanem amiatt, hogy megtapasztaljunk valami teljesen új dolgot. És azt szerintem ad egy ilyen, nem tudom, egy ilyen mentális, főleg inkább ilyen lelki, ilyen feltöltődés, nem? Hogy... Összegéltem valaki, és azt mondta neki, az egész reggeli rutinja az a jóga és a meditáció köré van, de a fogmosástól kezdve felsenek minden is. Az érdekes. Én nekem pedig ilyen dolog a mosogatás. Én mindig utáltam mosogatni, aztán néha a irodában is, olyan napközben elmosom, mi ott van szennyesek, mert egyszerűen
kikapcsolja az agyam, és rájöttem, hogy akkor ezt akár még tényleg ilyen meditatív állapotnak is aztán, hogy kikapcsol, és azt mondja, hogy ugye ezer multitasking projekt meg, mondják, hogy aha, a következő 5 percben én látom, hogy a task az az, hogy van 5-10, nem tudom, tányér, pohár, és én azt gyönyörűen el fogom mosni, és benne vagyok, és megcsinálom, és pipa. És akkor lesz vissza. Igen, a mosogatást az én is szeretem, mert relatíven rövid idő alatt tud nagy sikeret. Igen. És már hát a fányos. Hogy utána le is tömölgeted a kis vízcseppeket, és így passzul. Kész. Abszolút. Abszolút. És ezt a mosogatógépek megölik. Megölik teljesen. Lehatatják, mint az izé, és a feliratot is megölik. Elkompítják az üveget. Tehát nektek milyen olyan tevékenységetek van, amit úgy csak azért csináltok, mert most ugye mondtátok a mosogatást, de ami úgy csak úgy örömet okoz nektek, de egyébként most... Megjelent? Amikor jól csinálok. Csak akkor. De úgy napközben, tehát most mit tudom én, kimentek sétálni. Akkor én. Napközben csinálom? Dolgozom. Hát ezt gondoltam, hogy ahol kívül. Nem tudom, engem néha az ilyen lényegtelen dolog tudnak kikapcsolni, tehát hogy valami olyan váltok át, aminek igazából nincs értelme. És mégis csinálom, és jól esik. Most gondolkodom, hogy valami jó példát tudok erre mondani. Tudom, hogy bungee jumpik azon mindent ki a kérdőre. Amúgy lesz itt elég fény ez a videóhoz, mert most már sötétedben, nem? Gondolkodom. Én mondjuk inkább a reggeleimet szeretem úgy kezdeni, nagyon sokan ugye azt mondják, hogy jókorán fel kell kelni, és akkor ott reggel a kis saját idődet kihasználni, meg ilyesmi. Nekem sem fizikai korlátaim vannak, mert egyrészt nem bírok reggel felkelni, tehát hogy ahogy öregszem, hogy nekem egyre rosszabb, tehát egyre kevésbé bírok felkelni reggel. De is van itt a szokott menni. Aha, nem tudom, én visszafele megyek. Viszont az van, hogy a család miatt is nekem egy bonyolult, mert az van, hogy a gyereknek reggel 5-től már bekapcsolnak a szenzorai. Igaz, hogy még alszik, de hogyha reggel 5-kor fölkelek, akármilyen csöndben akarok, hogy tudja, hogy ő felébred. És még régebben volt én az egyik szomszédunkkal, próbáltunk heti egyszerre ennek skorsolni nagyon korán, és az asszony gyűlölt értelem, mert akármilyen korán indultunk el, tudja, hogy ahogy kivittem és becsuktam az előtt, a gyerek fölébred, akkor hol van? És akkor neki is föl kellett kelnie. Ez a nagyon korrektet, hogy 3-kor föl kell, mint működne, de azért lássuk, hogy leginkább akkor szoktam lefeküdni. Tehát, hogy ez így nem játszik. Ezért nekem inkább az éjszakába csúszott át ez a dolog, meg alapból is hajlamosabb vagyok az éjszakai dolgok, viszont a reggelt én nagyon szeretem lazán kezdeni. Ami azt jelenti, hogy nekem például a naptáram úgy néz ki, hogy inkább 11 előtt be van rakva, hogy senki semmit nem szervezhet. És persze előfordul, hogy előbb bejövök. De akkor is ott van egy kis nyugdíj, és még úgy rákészültek a dolgokra. Nem szoktál bringázni, hogy akkor úgy. Ja, csak itt nyáron még egyszer se jött össze, de amúgy nem jött azt a nyáron. Nem, és van nagyon gáz. És mindjárt végül járnak. Tavaly nagyon toltam. Valcsi körül is ott is összefutottunk siófokon. Így van, és mond. Ez most egy fájó pont nekem, hogy idén ez a bringázás eléggé kimaradt. Viszont szeretek egy kicsit úgy reggel úgy hagyni időt a snoozolásra, tehát szeretek egy kicsit úgy még pihenni. Snoozolsz? Snoozolok, mint az állat. Mostában azt sem, hogy besejtok ébresztőt. Aztán majd lesz valami. Tehát, hogy azért 11-re csak beérek bármiban. De amúgy ez a legjobb szerintem, amikor megteheted azt, hogy nem, és lehet, hogy ugyanakkor nekem valami sokszor van, hogy hamarabb ébredek, vagy ugyan, de hogy maga az érzés, hogy... De nem kötelező, nincs az a kötelező érzés, nem? Hogy... Nem úgy kezd fel reggel, hogy a rohadt élete már megint valahol ott kell lennem, és ez mindegy, hogy egy állás, egy megbeszélés, a céget, nem az, hogy... De jó, azt fogom ma csinálni, amit szeretnék. Mint ami volt a kis faluban, tehát biztos így kell fel. Aha. Ez. Ami megvan az, hogy ma megcsinálok 4 órát, most hogy akkor reggel lehet, hogy elmegyek még egy kicsit vásárolni, piacra, vissza, akkor következünk, tehát hogy több korán lesz csinálva. Szerintem egyébként ez a minden ember más típus szerintem, tehát valakinek az a jó. Mindenképp a saját optimumát szerintem, és amíg ezt mindenki boldog. És persze ott jön be a nehézség, ezt hogy tudod, hogy egy csapattal dolgozzak, azt hogy tudod összehangolni nyilván csapattal, de De ha nem délután 5-re érsz be, akkor valószínűleg azért működhet. De megint szerintem az is módik, hogy nyilván mekkora a cég, és van talán egy ilyen 50 körül, aztán az LCQ-val így érezhet,
titek is, de nem véletlen, hogy az óriási nagyvállalatok is ilyen 8-12 fős becsekben dolgoznak, ugye. Tehát egy olyan csapatnál viszont ilyen kis méretben meg tud nézni, hogy mindenkinek egyesével mi az, ami számít. És nekem például az tök fontos, hogy mindenki, aki dolgozom, ha valakit a pénz, ha valaki adta a home office, az utazás, akár ami őt motiválja, azt meg tudja kapni. Ez szerintem egy baromi fontos dolog, mert ha tényleg őszinték vagyunk magunk, megfeltetőleg a órás csávó nem szeretne a következő Rolex lenni. Egyáltalán nem ez a célja. Pedig lehetne benne egy szorongás, hogy basztus, én itt mi volt a település? Őrhalom. Őrhalmon rohadok meg, ahelyett, hogy nem tudom, Svájcba vagy Firenzébe a Pontevecchion mehetnék, és hogy én miért nem, ő pont így jól érzi magát, és ha van egy olyan csapat, ahol mindenki tudja, hogy igen, én nem akarom ezt a csapatot vezetni, én nem akarom azt a tulajdonosi rizikot, de egy baromi jó, nem tudom, mondjuk customer researcher vagyok. És ott tökre élvezem, hogy itt vagyok, megcsom, ha akarom hajnali négykor, élvezem, hogy volt egy ismerő, van egy ismerősöm, ő tolmács, fordító. És hogy hívják ezt? Nem MTA, aki a hír, akik Reuters vagy valami. Nem tudom, Reuters is, Bloomberg, attól függ meg. Valami kitvon a hírnek. MT. Azaz, az MT-nek dolgozik, és akkor nem tudom, milyen hajnali 4-5-6 körül kell ugye mindig csinálni, vagy írni a híreket, megfordítani. És fogta kiköltözött Dél-Amerikába, mert az ottani időzóna szerint most akkor már, hogy akkor visszamenve az még este 10, már ültem valami szangria után, gondolom, hogy és hogy be jól behekelte azt, amit neki, szerintem mindenkinek az a legszebb cél, mint az órásnál, hogy ezt tudja, hogy ő hol, mit és szeretne csinálni. Ja, és szerintem egyébként ez egy rossz irány, hogy mindenkit próbálnak belerakni ugyanabba a keretbe, hogy már te itt a vállalkozó vagy, akkor neked hajnalban kell kelned, és iszé, és éjszaka is neked, hétvégén is dolgoznod kell, és igen. Nem biztos, hogy ez a boldogság. Persze, sokat kell dolgozni. Én szerintem Elon Musk boldog. Ezt értem, csak azt mondom, hogy nem mindenkinek ez mi boldogság. De ez is az egy csomó ilyen sikerkönyv, hogy tényleg 5-kor keljél föl, akkor első egy órád így lesz, mert egyébként mindenki más így csinálja. Írd fel a nem tudom, minden reggeli napra. Nem mondom, hogy nincs, de meg kell mindenkinek találni, amit ti is mondtatok ugyanezt, hogy én leírom többször a céljamit egy nap, nekem az jól esik. Nem, de azt hiszem egyébként, hogy szerintem sok embernek, ugye, akiknek főleg ezek az ilyen sikertrucok szólnak, ők sokkal mélyebbről indulnak, tehát nekik kellenek ezek a kapaszkodók, a konkrét kapaszkodók, hogy oké, ha azt csinálom, akkor azt csinálom, akkor azt meg akkor ezen fel tudok mászni. Igen, meg lesz az eredménye. De akik ezt veszik, ők feltehetőleg olyan beállítottságúak akarnak lenni. Igen. Mert találsz olyan könyvet, hogy kelljen nagyon korán, de találsz olyan könyvet, hogy este dolgozzál és aludj be. Az nekem jobban tetszik, tehát végül is eldönti magának, hogy ő melyik irányba, meg akkor is, ha nagyon követ neki azt, hogy megmondják. Csak egy gond van szerintem ezzel, hogy sokan magukra akarják erőltetni ezt a dolgot, hogy nekem most, mert azt gondolják, hogy na, és kicsit nekem úgy jön ki, nekem szerintem az eredmény, hogy napokban gondolkozom, hogy nagyon egyszerű az eredménynek a képlete, megtalálni azokat a tevékenységek, amit értéket termelnek, és ezt hogyan tudod átformálni arra, hogy ez valóban az eredményt hozza ki. Csak sok ember abba keveredik, és én is ilyen voltam hosszú ideig, hogy majd valaki más nekem megmondja, hogy mi lesz az én folyamatom, ami majd lehet az eredményhez, anélkül, hogy csomó dolgot kipróbáltam volna. De szerintem egyébként normális, hogy innen indulsz. Persze. Először nincsenek tapasztalatai. Ezért nézel példaképeket, nézel milyen, nem tudom, ilyen patterneket próbálsz találni, és aztán utána rájössz, hogy mi működik, mi nem működik. Tehát szerintem ez egy ilyen evolúció. Hogy szerintem arra gondolt, hogy a példakép az jó, csak nagyon sokan nem példaképeket keresnek, hanem olyanokat, akit lemásolhat. Pontosan, ez a copycat szintre. Sosem tudsz, hogy akkor már csak második leszel abból. Tehát sokkal jobb ezt szoktam mondani a néhány barátomnak is, hogy sokkal fontosabb az, hogy az ember autentikus legyen, hogy hiteles legyen a saját életében, és hogy nem baj, ez is tök egyetértek, hogy érdemes olvasni, mert csomó inspirációt, de akkor ezt kipróbálom. Én is annyifajta ilyen, hogy ilyen produktivitás rendszert találtam ki, mert rájöttem, hogy mindegyik igaz, vagy mindegyik nem igaz.
és meg kell magadnak találnod azt, ami neked a leges, az az optimumot megtalálni. De legnehezebb ez pont az önismeretekből, de szerintem az önismeret az alapja mindennek, ahhoz, hogy te sikeres legyél bármilyen, az kell egy jó önismeret, és szerintem ez a mi hiányzik a legtöbb embernél. És nagyon sokan úgy csinálják ezt meg, hogy na egyszer én eldöntöm, egyszer oké, megtaláltam, megismertem magamat így, és akkor az az picike kis változó a képletben, hogy mi változunk, tehát az önismeret egy ilyen, ez a lifelong learning teljesen folyamatosan, ez a produktivitással engem nagyon zavart magamban, hogy én kialakítottam egy tuti rendszert, ami működik nekem, ez 2,5 évig ilyen perc volt, és elkezdtem azt érzem, hogy ez így nem jó. Sejtem, hogy valami megváltozott benne, akkor hagynom kell, hogy átmenjen másba. És ezt mindig tudni kell, és hogy picit elveszek tőle, és nem azt jelenti, hogy akkor én vagyok, nem tudom, 3% Steve Jobs, nem tudom, 1% Elon Musk, 50% Tim Ferriss, nem tudom. Meg a Petit is azért hagyd meg. Hát az a másik 100%. Hanem, aha, azt veszem, és hogy tovább megy, és olyan szép az a világban, hogy ezt felfogy, az nekem tökre tetszik, én ezt átgyúrom, és ezt így csinálom, és ez nem azt jelenti, hogy elloptam, hanem inspirálódtam belőle, és mindannyian inspirálódok, akkor most mindannyian kopiketek vagy? Nem. Csak ezt nem értik. Igen, meg az, hogy te azt nem értik szerintem sokan, köztük én is sokáig ezt nem értettem, hogy azzal, hogy kicsit ilyenkor mindig mások akarok lenni, mert hogy mondjuk nagyon megtetszik nekünk valakinek a sikere. Nagyon sokszor egy ez voltam, hogy tetszik az, hogy több ezer ember előtt beszél, mennyire kurva, én is az akarok lenni. És akkor rájöttem arra, hogy most nekem nem az is egy tök jó dolog, meg tök jó, meg de nem kell azokat a rutinokat átvenni, amit ő csinál, mert annyi út van ahhoz a dologhoz, amit szeretnénk, és megtalálhatjuk magunkba, hogy nekünk mi az, ami a legjobb út oda. Mert szerintem sokkal fontosabb az, hogy egyfelől élvezzük tényleg, hogyha már, és az élvezetért csináljuk a sikereket is, tökéletes siker élmény, de az akkor élvezzük igazán, hogy az út is élvezetes, és nem egy ilyen Ilyen nagyon radikális elképzésem, ami hozzáteszem, hogy egyáltalán nem új keletű, mert kb. Mindenki erről beszélt a Steve Jobs-tól kezdve, hogy tényleg én abba szoktam belegondolni, hogy van nekem, majd kisípolom azt a szót, van mondjuk még 30 nyaram, amíg feláll. És mit utána... Mit átfett Péterre? jó esetben 30 nyaram. És ha olyan életet tudok teremteni magamnak, mert a világ egy olyan csodálatos hely, ahol mindig van valahol nyár, ezt meg lehet duplázni, ezt a számot. Hogyha képes vagy arra, hogy oda, persze, nekem a nyár ez egy olyan dolog, amit szeretek, ha valakinek ez pont a tél, akkor azt is így lehet, de hogy van hátra mondjuk 30 jó nyaram, és most mi az Istenre várjak, vagy hova, vagy, tehát hogy annyira gyorsan elmegy ez az élet, és lehet, hogy nincs is 30 nyaram, lehet, hogy holnap meghalok. És akkor mi van? Tehát ez a... Egyszerűen... Mit csinálsz ma, ugye? Ez a... Aha, az a igen, és én nem akarom, hogy úgy elteljen napom, hogy én azt ne élvezném valamennyire. Egyszerűen én ennyire önző vagyok, és most pont az egyik unokatesóméknál voltunk nyaralni, 2 évvel ezelőtt az ő öccse meghalt, aki egyébként így korban is közelebb állt hozzám, meg ilyesmi, és mi azért gyerekkorban nagyon közel álltunk egymáshoz, és most többször beszélgettünk erről is, és pont ez az eset, ez ő benne is pont azt mozdította el, hogy ő például akkor lépte meg azt, hogy elindítsa a vállalkozását. Mert azt mondta, hogy ő nem akar tovább várni, és elképesztő, amit azóta elért. Tehát, hogy valami hihetetlen. És ezek a gátak így eltűntek belőle, mert, és megfogadta azt is, erről nagyon sokat beszélgettünk most, hogy több időt kell azokra az emberekre szánnunk, akikkel jól érezzük magunkat, függetlenül attól, hogy most ő rokon vagy nem rokon, de hogy akikkel szeretünk együtt lenni, és hogy erre ő is most nagyon-nagyon így élesen rájött. Szóval, hogyha van egy ilyen haláleset, akkor az úgy mindig úgy egy nagy lökett, csak bárcsak ne kéne ez a haláleset ahhoz, hogy ugye... Valakinek az valakit meg lehúz, ez is milyen érdekes, ugye, hogy ki hogy reagál rá. Pedig a valakinek az életének az ünneplése a legszebben, azt lehet, hogyha kiteljesedsz a tiédben egy ilyen után. Mm. Legalább így haszna legyen a dolognak, ha már így kösz. Hát igen, meg ha én meghalok, én is azt kívánnám, hogy ez inkább valami pozitív hatást keltsen. Ha már úgyis meg kellett döglenem, akkor legalább fiesta legyen belőle, és ne ez a... Pont egy ilyen sztorit hallottam, hogy a nagymama a családban meghalt, egy nagyon nagy család, sok felé ágazódik, mint én 8 gyerekből már. Én vannak 80-an, és
és az utolsó, tehát az volt az, a halál alatt az utolsó dolog, amit elrendezett, hogy allokált egy pénzt, majd leszervezett mindent, így megbeszélte, hogy ha egyszer megtörténik, akkor mindenkinek fizeti az útját, és egy nagyon kellemes helyen valahol töltsenek el egy hétvégét a nagy család együtt. És hogy milyen hatás, hogy te sajnos már nem vagy ott, de te adtál nekik egy a fiesta, amit mondtál. Ez fiesta. Ez úgy tetszik. És szerintem ez egy tök fontos dolog, és amikor mindenki alárendel mindent a jövőnek, ami majd egyszer eljön, ez szerintem hülyeség. És pont ezért is van az, hogy én szeretek néha olyan dolgokkal foglalkozni, mert nincs értelme stratégiailag, de én pillanatilag örömmelek benne. És egyébként erre a sessőre én már nagyon vártam, mert azért erre vártunk két hónapot, hogy te neked is fel kellett annyira épülnöd, hogy eljöjjön, meg hát nyilván mindannyian jövünk, megyünk, meg elfoglaltak vagyunk, de erre egyébként nagyon vártam, és remélem, hogy ezt el tudjuk majd folytatni, mert szerintem ez valahogy. Zsenyán! Sziasztok! Sziasztok!